Most pedig, hogy ne csak együnk egész nap, egy picit játszani is fogok. A mai világban, amikor sokkal inkább hagyománya van annak, hogy a gyerekek számítógépek előtt ülnek és elektronikus játékokkal játszanak, sokszor nem is egymással, hanem csak a géppel, vajon a társasjátéknak mennyire lehet még jövője? Mi is azt hittük sokáig, hogy kipusztulóban lévő műfaj, de szerencsére egy új trend kezdett kialakulni a fiatalok körében főleg, és most már nagyon szeretik azt, hogy ne csak egy ital mellett szórakozzanak péntek esténként, hanem legyen egy tartalmas szórakozási lehetőség is, és a társasjáték erre kiváló lehetőség számukra is. A szabályok sokkal bonyolultabbak lettek ma, de ezzel együtt kialakult egy szakma is, tulajdonképpen a játékmesterek szakmája, akik pillanatok alatt tömören el tudják magyarázni a szabályokat, amikor ilyen játékokkal játszunk. Társas játékozás trendivé vált napjainkra, és nem csak a fiatalok körében nagyon népszerű, hanem egyre inkább a középkorú korosztály és az idősebbek is nagyon szeretnek játszani. Igazából a társas játék maga egy mentális egészség megőrző alkalmatosság is, hiszen fejleszti a gondolkodási módunkat, és hát a sok nevetés is nagyon jót tesz szerintem. Minden napjainkban egy kis örömet csempész. Ráadásul annyira bonyolultnak is tűnik, hogy nem is kifejezetten gyerekeknek való társasjátékok ezek, vagy a társasjátékok már nem annyira gyerekeknek valók, hiszen itt bőven elég megérteni a szabályokat egyáltalán. Igazából megtanulni egy-egy játékot lehet, hogy egy picit időigényesebb, mint régen volt, de annyira megéri a történet, hiszen éppen ez, hogy többféle játék van, vagy többféle feladat van párhuzamosan, ez rettenetesen figyelemfelkeltő, próbálja a figyelmet megosztani. Gyakorolni lehet ezzel bizonyos készségeket, és újabbakat lehet elsajátítani. Nagyobb csapatok tudnak együtt játszani társasjátékot interakcióban, és ez a mai számítógépes játékoknál gyakorlatilag akkor sem valósul meg, hogyha egyébként távolból együtt játszanak, hiszen éppen az a kapcsolat, hogy az másik szemébe nézel, és kitalálod, hogy gondolatát, hogy mit fog következőben lépni, ez hiányzik ezekből a játékokból. Nem csak a kirándulás lehet a hétvégi program, hanem lehet egy logikai játék, amit aztán az egész család megszeret. Manapság eléggé drágák a társasjátékok, tehát a családoknak egy komolyabb játék megvásárlása az egy nagyobb kiadást jelent, ezért célszerű, ahol lehetőség nyílik rá kipróbálni játékokat, és az alapján kiválasztani, hogy melyik az, ami leginkább megfelelő számukra, így aztán nem kell mindegyiket megvásárolni, néhány próba után el tudják dönteni, hogy melyik az, ami a számukra leginkább megfelelő. És hasonlóképpen ezek a játékos lehetőségek, ezek alkalmat nyújtanak cégeknek, közösségeknek és közösségépítésre, csapatépítésre. Thank you.